A mai kor embere számára a szórakozás fő forrása a televízió és a mozi. Ennek ellenére még mindig él az igény a színházi előadások iránt, ahol a színészek és a közönség között megteremtődik egy csoda. Minden előadás más és más. Mi magunk is szemtanúi lehetünk annak, amikor a színpadon létrejön valami csodálatos, és ezt estéről estére átélhetjük. Ma Heltai Jenő, a Tündérlaki Lányok című vígjátékára látogattunk el, hogy átadhassunk önöknek az előadás hangulatából egy keveset. Kisasszony, kérem, a Ő fölnéz, Boriska meg lenéz, azt mutatta neki, hogy fél hétkor feljöhet. Szerelmes pármában. Nem is csodálom. Nagyon szép fiú. Nekem is nagyon tetszik. De nem szebb, mint az én torna tanárom. De! Jó estét kívánok, művész úr! Milyen a darab fogadtatása? Most már több egyére játsszák. Nagyon szeretik a nézők. Amikor megkapta a forgatókönyvet, mi miatt vállalta el a szerepet? Mi tetszett önnek meg a legjobban? Hát borzasztó egyszerű a dolog. Én leszek a báró a előadásban, csak csajozok. Tehát folyamatos. Egy nagyon, tulajdonképpen egy nagyon jó ember, aki ugyan egy 18 éves kislányt szeretőjévé tesz, de támogatja a családot viszont, úgyhogy megfelelő életszínvonalat biztosít a családnak, ahol van három kislány, illetve négy a Boriskával együtt, és hát ugye az élet az ilyen, hogy jön egy fiatalabb hölgy, felajánlkozik, és hát én meg ugye szerénységből elfogadom a felajánlást. Mi volt a legbonyolultabb, vagy a legnehezebb a karakter megformálásában ön számára? Ebben bonyolultság csak az van, hogy én egyébként nem hajhászom a fiatal csajokat, dehogy nem. Dehogy nem. De egyébként, tehát hogy ezt valamilyen módon emészthetővé kell tenni a néző számára, és nem az, hogy hú, ez egy csúnya, gonosz öreg ember, akit kihasználja a fiatal lányokat. A viszonyrendszert milyen nehézséggel bogozták ki? Mennyire őszinték az érzései ennek a bárónak, Boriska, illetve Sárika felé? Hát nézd, én szerintem a Heltai nem egy bonyolult szerző, tehát általában ilyen közönségbarát színdarabokat írt, nem túl sokat, de az mind ilyen közönségbarát és a közönség által kedvelt színdarabokat írt. A kibogozása, vagy az a rendszer, amiben ezek működnek, ezek a figurák, ezek a jellemek, vagy személyiségek, az sem túl bonyolult, hasonlít az életre. És talán a legnehezebb része az, hogy a színpadon úgy kell csinálni, mintha ilyen lenne az élet. És a mi életünk is ilyen lenne. Nem ilyen. Végezetül még egy utolsó kérdést engedjen meg. Az ön hangját meghallva a közönség soraiból felkapják a fejüket az emberek? Ugye ön Chuck Norris magyar hangja többek között? Hát ezt a kérdést nem vártam. Főleg nem Dunaszerdahelyen. Hát, hogy felkapják, vagy nem kapják fel, ezt én nem tudom eldönteni. Hát majd a nézőket meg, ha álmukból felriadnak, és te jó ég, itt van ez a őrült Chuck Norris. Nem tudom. Hát ez van. Gyerekkorom óta ilyen a hangom. Képzelj el, milyen szörnyű torzulás lehetett 4-5 éves koromban ilyen hanggal. Nem tudok a szemébe nézni, nem tudok a kezét megfogni, gyűlöm! És azt a halálomnak panaszkodik, nem szégyeli magát! Szia, Sárika a karaktered, ugye? Mit lehet róla tudni? Hát Sárikáról röviden és tömören ennyit lehet elmondani, hogy ő a családban a legkisebb lány. Legkisebb lány lévén ő a mindenki kedvence, mindenki őt szereti. Azt tudni kell róla, hogy Boriskával, a legidősebb lányjal ők vannak a legszorosabb kapcsolatban, és érzelmileg is ők azok, akik jobban összetartanak. Sárika kapja a megunt kalapokat, a lyukas sejemharisnyákat, a cipőket, szóval minden, amit így fokozatosan, ahogy a családoknál lenni szokott, így egyre lejjebb, és akkor a végén már ugyan elhordó
tartott ruhákban jár. Viszont ami a legfontosabb, ezek ugye a külsőségek, hogy ő egy nagyon bölcs lány, kora ellenére, elméletileg 16 éves Sárika a darabban. Hamar felismeri a helyzetet, és nagyon hamar a lelke csatlakozik a Boriska problémájához, és innentől fogva ő benne elindul egy folyamat. Nyilván hozzá tartozik az is, hogy közben találkozik a báróval, felélednek benne a nőies ösztönök, és ő már még, bár még ő nem fejlett érzelmileg ennyire, egyszer csak azon kapja magát, hogy valami történik, és egy nemes szándék áll mögötte, ugyanis ő azt szeretné, hogy Boriskának, a legidősebb testvérének ne kelljen többet szenvednie, és egy kicsit szeretné felmenteni ez alól, a teher alól. Ugyanakkor egy baj van a történetben, hogy pont ugyanazt az embert szereti, akit a Boriska. Mennyire volt nehéz ezt a jelenfejlődést megformálni? Kezdetben nem tűnt olyan nehéznek, mert az írott szöveg gyakorlatilag magában rejtette, hogy hogyan kell végigmenni ezen a lépcsőfokon. Ugyanakkor ugye az érzelmeket mögé kellett tenni, az volt a nagyobb feladat. Ezt ugye 6 héten keresztül próbáltuk, és ugye a főpróba hét közepe felé elkezdett kristályosodni, és beérni ez a bizonyos jellemfejlődés, amit mind a mai napig, szóval ez olyan, hogy egy kicsit mindig kell rajta dolgozni, és mindig más a közeg, ahogy mi is emberek vagyunk, és változunk, tehát nem szabad azon a szinten hagyni, tehát azt is mondhatnám, hogy ez a mai napig zajlik. Ugye te perbetei vagy. Milyen érzés hazai telepen játszani? Különös, nagyon jó. Azt szokták mondani, hogy senki se lehet proféta a saját hazájában, de én szerintem ez nem igaz. Mindenki a saját hazájában igenis lehet proféta. Nekem nagyon jó tapasztalataim vannak. Játszottam perbetén is már, és ott is egy egész kultúrház összegyűlt. Akkor Gután is rendszerint, meg ugye itt is szoktunk játszani, és a perbetei református gyülekezet ilyenkor beszáll a buszba, és eljönnek. Bárhol is játszom, vagy bárhol is játszunk, nyilván ugyanaz az előadás minőségét nem befolyásolja. De ott belül az emberben úgy jól eső érzés, hogy mégiscsak hazai pálya, itthon, más a levegő, más érzések dominálnak, úgyhogy szeretem. És magának a darabnak milyen a fogadtatása Magyarországon, illetve Felvidéken? Van különbség? Mindenhol jól fogadják, tehát ez a lelket megérinti, függetlenül attól, hogy most Magyarországon van, itt Felvidéken játsszuk a darabot. Annyi talán egy kicsi különbséget meg tudok említeni, hogy az itteni közönség hálásabb, nyitottabb a szívük, és jobban megérinti őket. Amióta tönkrementünk, nem dolgozik, évek óta csak azt a pénzt keresi, amit eldugok előle. Egész nap lótok, futok, emeletről le. Mindig a negyedik emeletről, mindig olyan házadban, ahol nincs lift. Milyen a darab fogadtatása? Most már több egyére játszátok a darabot. Elképesztő fogadtatás, ezt minden szerénytelenség nélkül állíthatom. Nagyon sok helyen játszottuk, már külhobban is, több helyen. Nagyon szép ez a színdarab. Egyszerre kacagtató is, de ugyanakkor könnyeket is csal az emberek szemében. Nagyon szép történet, szép világ. Nagyon-nagyon szeretik az emberek. Felvidéken is most már többször játszottátok. Van esetleg különbség Magyarország és felvidéki fogadtatás között? Van, igen. Például megfigyeltem, hogy játszottunk már Gután például, ugye, ami szintén itt van, egy kicsit messzebb, de hogy itt ezen a tájon található, és több előadást is játszottunk már, és például ott nagyon jellemző az állva tapsolás, tehát amikor nagyon tetszik az előadás, akkor felállnak a nézők. Ez Magyarországon kevéssé tapasztalható. Olykor előfordulhat, főleg zenés daraboknál, de ugye ez egy prózai előadás, de például ez egy ilyen különlegessége a dolognak meg. Meg nyilván, hogy a Magyarországon élő emberek hozzá vannak szokva, hogy bármikor, amikor nekik tetszik, láthatnak magyar nyelvű előadásokat. Nyilván külhomban ez azért egy kicsit másképp van. Mit lehet tudni a karakteredről? Én Tündérlaki Boriskát játszom, a legidősebb lányt. Egy számomra nagyon szerethető figura. Áldozatot hozni képes és akaró teremtés.
kicsi túlzásba is viszi ezt, azt gondolom, hiszen a saját életét, illetve a boldogságát készül beáldozni annak érdekében, hogy a családját jólétben tartsa. Egy kicsit ilyen mártír szerep az övé, de hát egy csupaszív, nagyon szerethető figura, és hát megvan az ő saját tragédiája is. Mit gondolsz, van aktualitása ennek a darabnak? Én azt gondolom, hogy mindenképpen. Ha nem is egy az egyben, de azt gondolom, hogy a mai világunkban is van olyan másféle élethelyzetből fakadóan, amikor komoly áldozatokat kell hoznunk, lemondani valamiről valami érdekében. Az utolsó garasát is ide adja nekünk. Magáért veszi, drága. Nem érek te. Mindegy. Nagyon deréklás. Derék. Nagyon deréklás. Valóban nagyon deréklás. De Isten tudja. Más az ő világa, más a miénk. Mégiscsak más emberek vagyunk. És egyszer férj és feleség lesz. Végre ezt neki is meg kell majd érteni. Nem fogunk érintkezni vele. Ugye? Mancikán. Ahogy parancsoljad, drágám.